Bőven kap vizet a Leander Nyíregyháza központjában. Minden délelőtt meg kell locsolni, hogy túlélje az idei szárazságot. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint 1901 óta nem tapasztalt aszály sújtja az országot. A város fenntartásáért felelős társaság folyamatosan dolgozik azon, hogy a zöld felületek valóban zöldek maradjanak. Sajnos valóban az idei évben tapasztalható aszály nagy feladat elé állított a társaságunkat. Az összes olyan létező gépet, amire víztartályt lehet szerelni, azt mindet üzembe helyeztük nyár elején. Ez 4 gépet jelent, illetve alvállalkozót is igénybe vettünk a zöld felületek, növénykazetták, leanderek öntözésével kapcsolatosan. Napi szinten hajnaltól késő délutánig folyamatosan mennek ezek a gépek, és öntözik a növényeket, fákat, cserjéket. Csak nem egy hónappal ezelőtt Sóston helyeztek először ilyen öntözőzsákokat a fiatal fák törzseire. A folyamatos táplálást biztosító rendszer hatékonynak bizonyult, így most újabb helyeken, Örökösföldön, a Kertvárosban, Józsavárosban, a Belvárosban, valamint a Szegfű és a Tűzér utcán is találkozhatunk velük. Az idei évben egy újdonságot is bevezettünk az öntözőzsák szerepében. Először tesztjelleggel 30 darabot vásároltunk, utána pedig múlt héten újabb 200 darabot sikerült beszereznünk. Ezek 75 literes öntözőzsákok, egy héten egyszer kell őket föltölteni, és csepegtetős módszerrel öntözik a fákat, növényeket. Tapasztalataink alapján ezek beváltak, és ezt a jövőben is fogjuk alkalmazni. A faöntöző zsák a talajt fokozatosan mélységében nedvesíti át, lehetővé téve, hogy a gyökerek mélyebbre hatoljanak. Mivel az eszközök áthelyezhetőek, ezért Nyíregyháza több közterületén is tudják alkalmazni.